19. század első felében a sok nemzetiségű birodalom számára két szellemi irányzat megjelenése a liberalizmus és a nacionalizmus okozott nehézségeket. A liberalizmus képviselői, köztük a magyar reformkon nagy alakjai a polgári szabadságjogok biztosításáért és az alkotmányos átalakulásért küzdöttek. A nacionalisták pedig függetlenséget és a nemzeti önrendelkezés megvalósítását szerették volna elérni. Mindkét törekvés a hatalom birtokosainak befolyását csökkentette volna, ezért az uralkodó és kormányzata elemi érdekének tartotta a liberális és nemzeti mozgalmak elfolytását. A század első felében a Habsburgoknak a legtöbb gondot a politikailag évszázadok óta széttagolt Itália okozta. Itt a Habsburg birodalomhoz tartozott Lombardia, és 1815-től a Bécsi Kongresszus határozata alapján Velence, Istria és Triest a középitáliai hercegségek trónjaira pedig Habsburg leszármazottak kerültek. Az olasz nemzeti ébredés titkos társaságok megalakulását eredményezte, ezek közül egy, az úgynevezett karbonári mozgalom volt, amelynek liberális érzelmű és értelmiségi tagjai Itália függetlenségének kiharcolását, területének egyesítését és demokratizálását szerették volna megvalósítani. Egyik leghíresebb tagja, a szegények ügyvédjeként is dolgozó Giuseppe Mazzini volt, aki a tevékenysége miatt ugye emigrációba kényszerült, de hamarosan az itáliai egységmozgalom szellemi vezetőjévé vált. A mozgalmához még a 30-as évek elején csatlakozott a kalandos életű Giuseppe Garibaldi, aki forradalmár hadvezérként, önkéntesekből álló csapataival támogatta az Egyesülés megmegújuló ügyét az első komoly lehetőséget a népek Tamaszának nevezett 1848-as forradalmi eseménysorozat teremtette meg, ami Dél-Itáliából indult ki. A szicíliai Palermóban az elégedetlenkedők alkotmány követeltek az uralkodójuktól, majd példájukat követve az alkotmányos mozgalom szinte végig söpört a teljes félszigeten. Az osztrák fennhatóság alatt lévő északi területeken pedig hazurgellenes nemzeti felkelésekhez vezetett. A helyzet itt olyan súlyossá vált, hogy az osztrák hadsereget kellett a térségbe rendelni. Az olasz nemzeti egységért fellépő erők ekkor azonban nem voltak egységesek, és a katonai akciójukat sem hangolták össze. Mazzini hívei és Garibaldi önkéntesei egy olasz köztársaságért küzdöttek, a szárt Piemonti királyság, ami nemzeti uralkodó családdal és hadsereggel is rendelkezett, viszont saját vezetésével és monarchikus államformában képzelt el az egyesítést. Ez a nézetkülönbség és az együttműködés hiánya lehetővé tette a havzúroknak, hogy külön-külön győzzék le a megosztott ellenfeleiket. Az osztrákok sorra verték le az észak városokban kirobbant felkeléseket, a kisebb királyságokkal pedig fegyverszünetet köttettek. A magyar szabadságharc leverésében is szerepet kapó Julius von Hajnau császári táborszernagy, ekkor érdemelte ki a bressai hiénagúny nevet. Camillo Benso di Cavour, a szárt Piemonti királyság 1852-ben hivatalban lépő miniszterelnöke, a 48-as kudarcokból azt a tanulságot vonta le, hogy az olasz egyesítés önerőből nem csak egy külső hatalom támogatásával lehetséges. Ezt a támogatót harmadik Napóleon császárban és az újra aktivizálódó Franciaországban találta meg. Kavur katonákat küldött a krími háború expedíciós seregébe, ezzel elnyerte az angolok és franciák jó indulatát, és akik cserébe elfogadták, hogy Piemont az olasz egység megteremtésének kiinduló pontja lehet. 1858-ban már Cavour és a francia császár konkrét alkut is kötött, amelyben harmadik Napóleon a szárt Piemonti uralkodóházzal való dinasztikus kapcsolatért és Nidzáért és Szabolyáért cserébe vállalta, hogy 200 ezer katonával segíti Piemontot egy Habsburgok elleni háborúban. A szerződés megkötése után a szárt piemonti miniszterelnök hozzálatott a háború előkészítéséhez, és minden erejével az osztrák piemonti viszony elmérgesítésén fáradozott. A határon egymást érték a provokatív hadgyakorlatok, és a közvéleményt az osztrák elnyomás eltúzott részleteivel befolyásolták. Ennek a hangulatkeltésnek határozott politikai célja volt, ha ugyanis sikerül elérni, hogy Ausztria legyen a támadó fél, akkor elkerülhető a Német Szövetség és Anglia beavatkozása, vagyis a háborút Piemont francia szövetségesével, Ausztria viszont egyedül vívja meg. A provokáció miatt Bécs kényszerhelyzetbe került, és a diplomaták tévesen arra a következtetésre jutottak, hogy Ausztriának erőt kell mutatnia, ezért ultimátumban követelték Piemonttól a leszerelést és a hangulatkeltés beszüntetését. Kavúr az ultimátumot természetesen visszautasította, Ferenc József császár pedig hadat üzent. Ausztria egyetlen esélye az volt, a gyors és határozott hadműveletekkel a franciák felvonulás előtt legyőzi az olaszokat, azonban a császári hadvezetés tétovázott. A francia csapatokat először a történelem során vasútvonalakon jutották a hadszíntér közelébe, és a két sereg gyorsan egyesült. Mire az osztrák hadvezetése elszánta magát a támadásra, már késő volt. 1859 nyarán Magenta mellett az osztrákok vereséget szenvedtek, és elhagyták Lombardia fővárosát, Milánót. Garibaldi, aki a háború hírére azonnal felajánlotta a szolgálatait, az Alpokban szervezett hegyi vadászaival a visszamulás útját igyekezett elvágni. A háború döntő ütközetére Szolferinónál került sor, ahol a két támadó sereg egymásról mit sem tudva gyakorlatilag egymásba futott, és egy egész napon át tartó öldöklő küzdelem vette kezdetét. A véres csata, amelyben több tízezer katona esett el vagy sebesült meg, újabb osztrák vereséggel és visszavonulással végződött egy svájci üzletember, Jean-Henri Dunant, magánemberként járt az ütközet helyszínén, és az ellátatlan sebesültek tömegét látva határozta el, hogy egy nemzetközi humanitárius szervezetet hoz létre a szerzetes betegápolók jelvényét használó vörös keresztet. A győzelmek ellenére harmadik Napóleon megrettent a siker következményeitől. Poroszország lehetséges beavatkozásától és a közép-Itáliában fellángoló forradalmaktól, ezért csalódást keltő fegyverszünetet kötött Ferenc Józseffel. Az eseményeket azonban már nem lehetett megállítani. Előbb Párma, Modena és Toszkána népek ergette el a Habsburg és Burbon uralkodókat, és nyilvánította ki csatlakozását Piemonthoz. Majd 1860 májusában Garibaldi ezernél alig több vörösinges önkéntesével, köztük magyarokkal, partra szállt a szicíliai Marszalában, és több győzelem után elfoglalta a nápoly királyságot. Kavur tudta, hogy Garibaldi hadjáratait nem áll meg, ezért a kezdeményezést visszavéve, az egyházi államba a pápa ellen vezényelte Piemont hadseregét. Ekkor a monarchisták és a Köztársaságpártiak közti ellentét polgárháborúval fenyegetett, amit azonban Garibaldi el akart kerülni, ezért inkább belenyugodott abba, hogy az olasz egység a dinasztikus el alapján valósuljon meg. Nápolyban népszavazás erősítette meg a csatlakozást a szárt monti királysághoz, egy évvel később, 1861-ben pedig a torinói parlament kikiáltotta az olasz királyságot, melynek uralkodója második Viktor Emmanuel, fővárosa pedig Firenze lett. A teljes olasz egységhez ekkor Velence és Róma birtoklása hiányzott még. Az előbbi az 1866-os porosz-osztrák háború az utóbbi, Garibaldi két sikertelen kísérlete után 1870-ben a porosz-francia áború után vált az Olasz Királyság részévé. A Rómában székelő 9. Pius pápa elutasította a világi hatalommal való együttműködést, önmagát Vatikáni fogoinak nyilvánította, és ezzel a döntéssel egészen 1929-ig rendezetlenül hagyta a Vatikán és az Olasz Királyság viszonyát. Ez azon a tényen nem változtatott, hogy az Olasz Egység végleg létrejött. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segíteléd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!